Járványosan terjed a szamárköhögés Magyarországon. Erről az RTL-nek beszélt a Népegészségügyi Központ járványügyi vezetője. Az esetszámok jelentősen nőttek az elmúlt évtizedekhez képest. Még az elmúlt 20 évben összesen 36 igazolt eset volt, most már csak idén 76-ról tudni. A szakemberek szerint a legutóbbi 32 gyanús esetből minden negyedik egyévesnél fiatalabb csecsemő volt. Ez a korosztály a legveszélyeztetettebb, védettségük ugyanis csak részleges. Két kisbaba már bele is halt a betegségbe itthon. Van vagy nincs szamárköhögés járvány? Pusztai Erzsébet infektológus kérdezem, kezdjük csak, ami jó reggelt. Most már eljutottunk odáig, hogy ezt lehet mondani, két hete még nem mondtam volna, de nem csak Magyarországon. Fontos tudni, hogy Európa több országában hasonló jelleggel nőtt meg a fertőzések száma, és azt mondja az Európai Járványügyi Hatóság, hogy várhatóan 3 évente lehetnek ilyen típusú hullámok a szamárköhögésben. Csak azért kérdezem, mert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztálya azt mondja az RTL-nek, hogy járványos terjedésről lehet beszélni. Aztán ugyanez a szervezet azt mondja a portfólió többször megfeltett, de meg nem válaszolt kérdésére, végül válaszolja egy közleményre, hogy ezúttal a szorványos előfordulásra hivatkozva állítja a hatóság, hogy nincs Magyarországon járvány. Azt gyanítom, hogy ez egy kicsit korábban volt, hiszen az első két haláleset az egymástól távol történt. És de arra vonatkozott, hogy akkor azt ne járvány szempontból ma már ott tartunk, nézzük. Hogy minden megyében előfordult igazolt eset, de mondom, nem csak Magyarországon, és hogy ennek mi az oka, az több tényezős valószínűleg, nagyon bonyolult az emberi szervezet, de azt is olvastam, hogy a 2000-es években megváltoztatták az oltóanyag összetételét, nem a teljes baktérium, mert ez egy baktériumfertőzés, nem vírus. Nem a teljes baktérium anyagait, elölt baktérium anyagait tartalmazza, hanem csak bizonyos részleteit, és azért, hogy kevesebb legyen a mellékhatás, és lehet, hogy ennek szerepe van abban, hogy nem alakul ki az a nagyon intenzív és határozott védettség, ami tulajdonképpen évtizedeken keresztül alig volt szamárköhögés, inkább csak behurcolt esetek voltak. Na jó, majdnem azt mondtam, hogy értem, de természetesen ilyen félsikeres bölcsészként azért az meg tudomány. De ahogy említette azt, hogy Európában máshol is szaporodnak a szamárköhögéses esetek. Ez arra utal, hogy nem feltétlen biztos, hogy a magyar oltóanyag miatt. Gyanítom, hogy ez nem csak magyar oltóanyag, hanem általában használt oltóanyag. Az a fajta átoltottság a szamárköhögés ellen, amely nálunk már nemzedékek óta teljesen része a mindennapoknak, sőt, hogy ez kötelező oltás. Kötelező, hogy ne egészen korán. Ez külföldön is ugyanilyen? Nem mindenhol kötelező, nem mindenhol kötelező. Ez az egyik probléma, hogy nem mindenhol olyan mértékű az átoltottság, mint Magyarországon, és az ilyen helyeken jobban tud terjedni. És itt fontos felhívni a figyelmet arra, hogy akik oltás tagadó, oltás ellenesként nem oltatják be a gyereküket, vagy mondjuk hamis igazolásokat szereznek az oltásról, azok jó, ha tudják, hogy az ilyen esetekben később is lehet nagyon komoly következménye a fertőzésnek, hiszen védetlenek. Felvetik azt is, hogy szerepet játszhat abban, hogy most megugrik az esetek száma, hogy ugye a COVID-járvány miatt sokáig maszkot viseltünk, és ezért nem tudott az a finom változata a baktériumnak terjedni, és csökkent az immunitás. Ugye minden emlékeztető fertőzés tulajdonképpen fokozza az immunitásunkat. Ha ez baktérium, akkor antibiotikum. Ilyen igen. Egyszerű, megvan oldva a kérdés. Hogyne, csak szedünk az a probléma. Elmúlik. Az a probléma, hogy amikor megkapja a fertőzést az illető, és az első tünetek jönnek, néha nem is nagyon magas lázzal, akkor nem lehet még tudni, hogy miről van szó. És hiába adják az antibiotikumot, mert sajnos a légutakat érintő tünetek azokat nem fogja eltüntetni. Tehát pont ez a probléma, hogy a néhány hónapos csecsemőknél hiába
adják az antibiotikumot, mert a köhögéses tünetek akkor is kialakulnak, és rettentő súlyos fulladással jár együtt. Tehát nem véletlenül hívják szamár köhögésnek, ez nem csak valami képletes beszéd, hanem ez azt jelenti, hogy a gyerekeknél a köhögő rohamok olyan intenzívek, hogy a köhögő roham végén egy ilyen így tud csak levegőt venni, és ezért nevezték el, mert olyan, mint amikor... Mert annyira kimerül a gyerek? Teljesen kimerül a gyerek, és komoly oxigénhiány tud kialakulni. Hát ezért a csecsemők ebben a betegségben emiatt halnak meg. Hogyha már a fertőzés elérte a gyereket, és tapasztaljuk rajta a tüneteket. Egyrészt ugye nagy diagnoszták, mi nem vagyunk, erre való az orvos. Az orvos túl azon egyébként, hogy mondjuk hallja, hogy a gyerek ilyen hangon próbál levegőhöz jutni. Hát az... A gyermekorvos mit tud azonnali még megállapítani? Azonnali kórház. Az azonnali kórház. Tehát a csecsemőket azonnal kórházba küldeni, hiszen oxigénpótlásra lesz szükség, tehát teljesen intenzív kezelésre van szükség. A nagyobb gyerekeknél nem vezet ilyen súlyos állapothoz, főleg azért nem, mert ők már több oltási sorozaton túl vannak, hiszen hatodik osztályos korukig, ha jól emlékszem, összesen 6 alkalommal kapják a... 12 évesen kapják az utolsót. 6 évesen kapják az utolsót, lehet, hogy most már 12, és ez legalább 6 oltás, tehát annyi emlékeztető oltást kap, hogy az immunitása, ha nem is 100%-os, de nem tud a betegség olyan szinten kialakulni. Tehát az oltott gyerekeknél is előfordul, de egyszerűbb változatban, éjszakai köhögés formájában tud megjelenni. Azt még így bölcsész irányból is tudom, hogy a vírus meg a baktérium az nem ugyanaz. Nem ugyanaz a képlet. De a baktériumoknál is előfordulhatnak ugyanolyan mutációk, mint amit itt a Covid-nál megszoktuk, hogy egyre újabb és új, 3 havonta valami új nevekkel neveztük a kórokozót, ami ráadásul különböző tüneteket is okozott, ez most egy másik kérdés. A baktériumok világában stabilabb a helyzet? Hát a baktériumok között is nagy különbségek vannak. Tudomásom szerint ez a Bordetella pertussis nevű baktérium, ez nem változott akkorát. Vannak olyan baktériumok, amik hajlamosak, de nem úgy mutálódnak, mint a vírusok, hanem például ellenállóvá válnak bizonyos antibiotikumokkal szemben. Tehát ez azért kérdés, hogy az oltás, amit kap a gyerek, vagy amit aztán kap a felnőtt, mert most ajánlott már egyébként, hogy felnőttek is, hogy hát az kiváltja ugyanazt, közelében, kiváltja ugyanazt a hatást, mint... Ki tudja váltani ugyanazt a hatást, bár a baktériumoknál ez általában nehezebb, és ezért van nem véletlenül ilyen hosszú sorozatban ismétlődő oltás. Nagyon röviden, védekezésként mit tehetünk? Most túl azon, hogy oltás, vigyázzunk, mossunk ezzel, stb. Ezt is értem, de... Az a legfontosabb, hogy ahol újszülöttek közelében vannak, tehát vagy várhatóan újszülöttek közelében vannak emberek, ott először is az anyát a szülés előtt, a terhesség alatt érdemes oltani, mert az megnöveli az ellenanyag szintet a gyerekben is, ez az egyik. A másik, hogy legyünk nagyon óvatosak, nem kell a pici csecsemőket agyonlátogatni, nem kell utcáról bejött rokonoknak ölelgetni, és pláne nem... Az amúgy is soha nem a gyereknek a fontos, hanem nekünk. Hát tehát, így van, tehát fogják vissza magukat a rokonok, a nagyszülők, és kíméljék meg a gyereket attól, hogy esetleg bevigyék hozzá ezt a fertőzést. Pusztai Erzsébet infektológusnak köszönöm szépen.